Köszöntjük kedves testvéreinket, vendégünket a délelőtti órában. Isten nevű dicsőítésére énekeljük együtt énekeskönyvünk 127-es számú énekét. 127. Mondjátok meg, Martéhoz. Istenünk, köszönjük neked a lehetőséget, hogy délelőtti órában itt lehetünk a te házadban. Köszönjük, hogy együtt lehetünk testvéreinkkel, és együtt örvendhetünk.
és dicsőíthetjük a te szent és nagy nevedet. Köszönjük neked azt, hogy az értünk hozott áldozat az elég a mi bűneink megbocsátására. Add, atyánk, hogy mi ezt értékelni tudjuk, és ezt a mi elménkben és szívünkben véssük, és átadjuk a mi életünket neked, és akarjunk azon az úton járni, amelyet te készítettél számunkra. Kérünk szépen, hogy áld meg most az igét és az ige szólóját, és add, hogy megértsük mindazt, ami elhangzik, és ami hétköznapi életünkben is azokban járjunk. Köszönjük, atyánk, hogy te meghallgatsz, és hogy velünk leszel. Áldjuk a neved mindenért. Amen. Kedves testvérek, ahogy megszoktuk már, a betegekért szükséges az ima, imádkozunk a betegekért, hogy az Úr hallgassa meg imáinkat, és enyhítse azoknak gondjait, akik nehéz problémákban vannak. Az előttünk álló héten imádkozunk a Vad Zoltán családjáért. Az Úr áldása legyen velünk. Most hallgassuk meg a tízedért a felolvasást. Az égszengés éneke. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjatok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességében. A folytatásban a 29. Zsoltár összehasonlítja Isten erős szavát a mennydörgéssel. Néha az égzengés éneknek nevezi, de a Zsoltár ezzel ellentétben az ő népét békességet megáldó Isten gondolatával fejeződik be. Mégis az első két bevezető versben háromszor ismétlődik az adjatok szó. A Zsoltáros áldja a Teremtőt, főleg az ő szent jellemének szépségéért felhívás. Adjunk mi is dicsőséget, ami erős, ám békét adó Istenünknek, mi alatt tizedünk és adományaink által kifejezzük iránta való imádatunkat. Ámen. Összegyűjtjük a tizedet és az adományokat. Drága Istenünk, dicsőítjük a te szent nevedet, a te végtelen szeretetedért, gondviselésedért, hogy nap mint nap örködsz felettünk, és megadod mindazt, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy itt lehetünk ezen a szent szombatnapon. Kérlek, fogadd el a tizedet, amit jó szívvel hoztuk, és add, hogy megfelelő helyre jusson. De hozd áldást arra is részre, ami otthon maradt, és add, hogy helyesen gazdálkodjunk vele.
kérlek, tisztítsd meg a mi szíveinket, és add, hogy mindent, amit cselekezünk, vagy teszünk, mindent a te akaratod szerint legyen. Hozz áltást az egész gyülekezetre, légy a fiatalainkkal, az időseinkkel, de főleg a betegeinkkel, adj vigaszt, bátorítást, gyógyítsd őket, mindenben legyen meg a te akaratod. Légy az ige szólóval is, adj értelmet, bölcsességet, add, hogy tudjuk mi is tenni a mindennapi életünkben, gyakorlatban, amit hallunk. Kérlek, maradj velünk a nap további részében. Köszönjük, hogy meghallgattad imáinkat. Áldva legyen a te szent neved, most és mindörökre. Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit délelőtti Isten tiszteletünkön. A keresztény világ egy részének ez egy fontos ünnep, amikor az Úr Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról emlékeznek meg. Egy református lelkésztől hallottam azt, hogy bizonyos értelemben nem, hogy mindegy, mikor ünneplünk húsvétot, hanem bizonyos értelemben minden nap húsvét kell, hogy legyen. Mert nem telhet el az ember életében egy olyan nap, amikor ne emlékezne meg arról a nagy áldozatról, amelyet Isten meghozott azért, hogy mi szabadok legyünk, és
jogunk és lehetőségünk legyen az örök élethez. Úgyhogy minden nap igaz a húsvét üzenete, minden nap érdemes feleleveníteni ezt a csodálatos igazságot, hogy rendszeresen felelevenítve mély benyomást, hatást gyakoroljon az életünkre, és változhassunk. János evangéliumának a 19. fejezetének a 19-től 22. terjedő verseket fogjuk felolvasni. Pilátus pedig címet is ír, és feltevé a keresztfára. Ez vala pedig az írás, a názáreti Jézus, a zsidók királya. Sokan olvassák azért a címet a zsidók közül, mivel hogy közel van a városhoz ez a hely, ahol Jézus megfeszítetett vala, és héberül, görögül és latinul vala az írva. Mondának azért Pilátusnak a zsidó fejedelmei: ne írd a zsidó királya, hanem hogy ő mondta a zsidó királya. Felele Pilátus: amit megírtam, megírtam. Nagyon érdekes, szinte meglepő, hogy az evangéliumokba, mind a négy evangéliumokba egészen Krisztus haláláig nagyon kevésszer találkozunk azzal, hogy ő király. Viszont annál többször találkozunk a keresztrefeszítés leírásában azzal az igazsággal, hogy az Úr Jézus Krisztus király. Csak egy párat próbálok ezek közül feleleveníteni. Akkor, amikor Jézus Krisztust beviszik Pilátushoz, Pilátus mit kérdez tőle? Te vagy a zsidó királya? És Jézus azt mondja: te mondád. Azt is mondja maga Jézus Krisztus, hogy az én országom nem e világból való. Úgyhogy közvetve Krisztus értésére adja, hogy igenis, ő király. Akkor, amikor a katonák átveszik Jézust, azt mondják neki, mi alatt kicsúfolják, megalázzák, megütik, hogy üdvözlégy zsidó királya. Akkor, amikor a kereszten függ, az járókelők és a zsidó vezetők különösképpen azt mondják: ha a zsidó királya vagy, szállj le, hogy higgyünk neked. Akkor, amikor Pilátus észreveszi azt, hogy mire megy ki a játék, és megérzi, hogy irigységből adták át Jézus neki, és ezért irigységből akarják elteni lábalól, Pilátus törekszik, próbálkozik arra, hogy valahogy megszabadítsa, kiszabadítsa. És a zsidók ezt megérzik, vallásos vezetők. És azt mondják, hogy a 19. fejezetnek a 12. versében, szintén itten, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Valaki magát királlyá teszi, ellene mond a császárnak. Vagy akkor, amikor a katonák átveszik az Úr Jézus Krisztust, akkor érdekes módon gúnyból, bíbor palásba, királyi palásba öltöztetik, tövis koronát, koszorút tesznek a fejére, és jogarként egy nátszálat a kezébe, amelyel majd később a fejét ütötték. És a 19. fejezetben, János evangéliumában, ott, ahol már eddig is olvastunk, ott a 14. és 15. verseket olvasom még fel. Pilátus kiviszi Jézust a sokasságnak, és azt mondja nekik: imhol a ti királyotok. Azok pedig kiáltoznak vala: vidd el, feszítsd meg őt. Mondané ki Pilátus: a ti királyotokat feszítsem meg? Felelének a papi fejedelmek: nem királyunk van, hanem császárunk.
Egy ehhez hasonló jelenet volt még annak idején Izrael történetében, amikor Isten uralom volt, teokrácia. Egy bizonyos pillanatban a nép azt mondta, Izrael népe, olyanokká akarunk lenni, mint az összes környező népek, és akarunk egy királyt. És Isten elfogadja. De Sámuel próféta által ismerteti velük a király jogait. És azt mondja nekik, ha lesz királyotok, akkor a legjobb földeiteket el fogja venni. Adót kell fizetni, tizedet kell fizetni neki. Legszebb ifjaitokat, legszebb leányitokat mind magának veszi. Azt mondták, nem baj, kell király. Ott visszautasították Istent egy földi királyért. Hasonló dolog történik itt is. Érdekes, hogy a földi királyokkal ellentétben, akik mindig kérnek, akik mindig várnak valamit, akik követelőznek, az Úr Jézus Krisztus az a ritka király volt, aki adott. Ezen a napon is Krisztus adta önmagát. És a kérdés, amely felmerül, s amelyre mindnyájan külön-külön kell, hogy válaszoljunk, az az, hogy elfogadod-e Krisztust királyodnak? Vagy esetleg helyette a császárt választod? Elfogadod-e Krisztus királynak, vagy sem? Ez a mi kérdésünk, és erre mi kell válaszoljunk. Viszont volt valaki, aki ezt elfogadta. Mielőtt Krisztus a kereszten függött, halála előtt, az egyik rabló. Emlékeztek, milyen kéréssel fordul hozzá? Emlékezzél meg rólam. Hol? Mikor? A te országodban, ugye? Ez a rabló elismeri azt, hogy Krisztus király. Hisz király, mert van egy országa. Amikor eljössz a te országodban, akkor emlékezzél meg én rólam, mert ő király. Ő elismerte, hogy Jézus Krisztus király, és el is fogadta Jézus Krisztust királynak. Nos, mindnyájan, mint emberek eldönthetjük azt, hogy követjük ennek a rablónak a példáját, aki utolsó pillanatban, de mégis elfogadta az Úr Jézus Krisztust királyának, vagy akár a vallásos vezetők Krisztus királyságát visszautasítjuk azért, hogy a császárt válasszuk. És itt egy nagyon érdekes, ellentmondásos, sőt, szinte megmagyarázhatatlan jelenség történt. Miért? Azért, mert a nép Krisztus helyett a császárt választotta. De melyik császárt? Melyik császárt választotta? Azt a császárt, akit tiszteltek, akit szerettek, akinek örömmel hódoltak és szolgáltak? Nem, ellenkezőleg. A Biblia történelme, de ugyanakkor a világi történelem betekintést enged abban, hogy hogyan viszonyultak a zsidók a császárhoz. És az egyik leglázadóbb népcsoporthoz tartoztak. A zsidóknak, a rómaiaknak mindig problémájuk volt a zsidókkal. Soha nem tudták elfogadni azt, hogy császár uralkodjon felettük, hogy világi uralkodó uralkodjon, és el legyen foglalva Izrael. Nem tudták ezt elfogadni. Leggyakoribbak náluk voltak a lázadások. Újabb és újabb lázadásokkal kellett szembenézenek. Lehet azért küldték el Pilátus is, aki egy kicsit keményebben bánt velük. Mert mindig és mindig a lázadás veszélye fenyegett a római birodalmat ott Palesztinába a zsidók részéről. Nem szerették a császárt, ki nem állhatták a császárt, nem tudták elviselni a követelményeit, az igényeit, nem tudták eltűrni az adóit, amit rájuk kiszabott. Semmit nem tudtak eltűrni vele szemben kapcsolatosan. És mégis, milyen érdekes, ebben a történelmi pillanatban nem Krisztust, a királyt választja a zsidó nép, a vallásos vezetők, hanem a császárt választják. Pontosan azt, akit nem szerettek, akit nem tiszteltek. Milyen ellentmondásos. Ugye valójában nem találunk rá magyarázatot. A bűnre nincs magyarázat. Így erre se találok magyarázatot, és nem is fogunk szinte soha találni magyarázatot. De ugyanebben a helyzetben vagyunk mi is emberek.
Az emberek többsége. Világszinten, világviszonylatban az emberek többsége a bűn következményei alatt sínlődik. És nap mint nap szembe kell nézenek az élet nehézségével, problémáival, a bűn rettenetes követelményeivel és következményeivel. És valahogy az emberek többsége megcsömörnek egy idő után az egésztől. Undoruk van. De azért mégis, minthogy Krisztust válasszák királyuknak, és elfogadják őt, inkább csak ezt a nyomorult világi, földi életet és értékeket választják. És ez megmagyarázhatatlan. Nincs rá magyarázat igazából, de így van. Miért tudták a zsidók, pont ők azt mondani, hogy császárunk van? Ha valaki királynak minősíti magát, az a császár ellensége. Nem királyunk van, hanem császárunk. Hogy tudta ezt mondani? Hogy mondhatják az emberek, akik annyira megundorodtak a bűntől és a bűn következményeitől különösképpen? Attól az igazságtalanságtól és nyomortól, amelyhez vezet a bűn. Hogy tudják mégis az emberek azt mondani, hogy csak nem kérünk Krisztus királyságából, hanem inkább legyen a császár uralkodása, a világ uralkodása. Miért? Igazából nincs rá magyarázat. Amúgy az Úr Jézus Krisztus egy különleges király. Egy egyedülálló király. Azért, mert ő király marad akkor is, ha én nem adom a beleegyezésemet. Ha én nem szavazok rá, ha én nem választom őt, ő király fog maradni akkor is. Tőlem függetlenül. Viszont ez a király, mint említettem, nem követel, hanem ad. És ennek a királynak az önzetlensége abban nyilvánul meg, hogy nem szolga, rabszolgaként kezel, alattvalóként kezel bennünket, hanem egy bizonyos pillanatban arra törekszik, hogy királyi sorsra, rangra emeljen fel bennünket. Jelenések könyvében mondja a harmadik fejezetnek a 21. versében a Szentírás azt, hogy az Úr Jézus Krisztus ezt az ígéretet adja: aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Nem magára gondol, rám gondol, ránk gondol. Ez az a király, aki megosztja a királyságát, az uralkodását. Nem alattvalóként, kiszolgáltatottként kezel engem, hanem igazi királyként. És ezt a királyt, igen, ezt a különlegest, ezt az egyedi királyt utasítjuk vissza, és utasítja az emberiség vissza. Hogy van rá magyarázat? Szinte nincs rá magyarázat. Hogy miért választja a nép a császárt Krisztus helyett? Hogy miért választja az emberiség a bűnt s a világot Krisztus helyett? Nincs rá magyarázat. Emlékeztek? Karinti Frigyesnek a Barabás című, nem is vers, nem is elbeszélés. Amikor a feltámadás reggele után, a harmadik napon, az Úr Jézus Krisztus megy Jeruzsálem utcáin, mindenhol füst, romok, és egy nyomorult ember az árokba, betegen, piszkosan, és megkérdi Jézustól, hogy mit csinálsz. Azt mondja, ide jutottam Barabás miatt. Azt mondja, miért választottad őt? Mert nem tudtam. Nem tudtam, hogy nem Barabás kell választani. És azt mondja, Jézus, miért nem választottál engem? Választatok engem. És ez az ember megígéri, hogy az emberek többségét az ő oldalára állítja. És az összes nyomorultak, akik nyögnek Barabás melletti döntésű következménye miatt, azok mind-mind újból elmennek Pilátushoz, és arra kérik, hogy újból kérdezze meg, hogy Jézus Krisztus vagy Barabás. És nagy sokaság. Rengetegen Jézushoz csatlakoznak. És mikor mindenki mellé állt, akkor újból elmennek Pilátushoz, a helytartóhoz. És Pilátus együtt vacsorázott királyi öltözetben Barabással. És Jézus azt mondja neki, a nép eljött, mert újból szeretne dönteni. Mert rádöbbentek arra, hogy helytelenül döntöttek.
mondja Pilátus, tőlem lehet, beleegyezek. És Pilátus megkérdi még egyszer. Ne felejtsétek el, mindnyáján azért jöttek, hogy Krisztust válasszák, hogy a názáreti mellett döntsenek. És amikor Pilátus megkérdi, hogy kit engedjek szabadon, a názáretit, vagy Barabást? És nagy zaj támad, és mindenki azt mondja, Barabás! Miért? Miért mondja mindenki Barabás? Miért? Van rá magyarázat? Van észszerű magyarázat, logika rá? Nincs. Érdekes és érdemes elolvassátok Lev Tolsztoj, a Feltámadás című művét. Az utolsó műve. Lenyűgöző. Nyehudov egy fiatal, gazdag földbirtokos. Nagynénénél nyaral, és ott megtetszik az egyik szolgáló lány neki, szerelmes lesz belé, megalázza, kicsúfolja, és aztán soha többet nem emlékezik meg róla. Telik az idő, telnek az évek, és egy bizonyos pillanatban esküdként kell megjelenjen egy bírósági tárgyaláson. És meglepetésére a vádlott, akit gyilkossággal vádolnak, de alaptalanul, az maga az a leányka, akiben ő szerelmes volt, akit ott hagyott. És akkor eldönti ez a gazdag földbirtokos, hogy jóvá teszi tettét, elveszi feleségül, és megpróbálja kimenekíteni. De a probléma csak most kezdődik igazából. Nem azért, mert az embernek könnyű dönteni a jó mellett. Nem azért, mert az embernek egyik napról a másikra megy a jó felé való változás. De Tolsztoj rájellemző tehetséggel szemlélteti azt csodásan, ahogy a környezete viszonyult hozzá. Ahogy a környezete visszafogta és visszahúzta újból és újból. Akárhányszor megpróbált, úgymond feltámadni, helyrejönni, a jót tenni, mindig visszarántották. És érdekes módon jegyzi fel Tolsztoj, hogy akkor, amikor ez a földbirtokos egy éjszaka, egy egész vagyont pazarolt el, olyannyira, hogy az édesanyjának a lerakott pénzéhez volt, a tartalék pénzéhez volt szükséges hozzányúljon. Nem mondták azt, nem alázták meg, mindenki azt mondta, hogy még az édesanyja is, hogy ilyen a fiataloknak, így kell tanulniuk, és így tovább. Azt mondták, hogy igazi férfiakhoz illő dolog. Ha részeges volt, ha dohányzott, ha kicsapongó, erkölstelen életet élt, mindenki csak dicsérte és tapsolta. Ha egyik francia barátjának elszerett a barátnőjét, akkor mindenki csak azt mondta, hogy ez igazán az úriember, ez igazán a kemény ember, aki képes ilyesmire. De akkor, amikor úgy döntött, hogy az édesapjától örökölt vagyont elosztja a parasztok között, és nem tart meg magának sem, és nem használja ki az embereket. Akkor, amikor úgy döntött, hogy jóvá teszi tévedését, amikor úgy döntött, hogy erkölcsös lesz, hogy becsületes lesz, hogy nem él kicsapongó életet, akkor azt mondták, hogy elment az esze. Azt mondták, hogy megbetegedett. Azt mondta a nagynénye, hogy a mi kis filozófusunk beteggé lett, nem normális. Miért van az, hogy így viszonyulunk a dolgokhoz? Miért van az, hogy a názáreti helyet Barabást választják az emberek? Miért van az, hogy a király helyet, a császárt választjuk? És ami érdekes az összesben, az, hogy az emberek igazából ezeket ki nem állhatják. Nem szerették soha a császárt, erről már beszéltem. Hát Barabást. Mennyire szerette a zsidó társadalom? Barabásról az van feljegyezve, hogy rabló volt, gyilkos és lázadó. Kik szeretik az ilyeneket? Melyik társadalom szereti? Melyik társadalom szereti az ilyeneket, akiket a saját költségeinken a börtönbe tartanak? Több pénz kerül
több pénzbe kerül egy hónapi ellátásuk, mint amennyi fizetése van a legtöbb embernek ebben a társadalomban. Ki szereti ezeket? Senki nem szereti. És mégis, amikor Barabás és Krisztus között kell választani, Barabást válasszák. Mondjátok meg, van logikája? Akkor, amikor ez a Nyehudov becsületes, tisztességes, erkölcsös ember akar lenni, akkor kicsúfolják. Pedig azok a dolgok, amelyeket tett, amelyekért részben dicsérték, olyan dolgok, amelyeket a társadalom azért nem viselhet el. Senki nem szereti, ha elveszik a feleségedet vagy a barátnődet. Senki nem szereti azt, hogyha elpazarolnak egy vagyont egy éjszaka, ha részeges, kicsapongó életet él. Senki nem szereti azt, ha rabszolgaként kezelik a többieket. Maga a társadalom nem szereti általában. És mégis, akkor, amikor az embert meg akart térni, amikor az igazi keresztény értékek szerint akart élni, akkor az emberek azt mondják, hogy elment a józan gondolkodása. Megbetegedett, elmebeteg élet szegény. Miért van ez? Pedig a társadalom igazából nem szereti ezeket a dolgokat. Akár a császárt, úgy utálják a pazart, az igazságtalanságot, a pénzsikasztást, mindent. Mindent utál ez a társadalom részben. De amikor arról van szó, hogy az igazság mellé álljanak, és Krisztust válasszák, és a krisztusi értékeket, akkor mégis szinte megmagyarázhatatlan módon az emberek, bár meg lett adva lehet nekik még egyszer az esély, ahogy Karinti Frigyes mondja, mégis Barabbást választják. Miért választjuk mégis Barabbást? És a császárt, és a bűnt, és a bűnös világot. Miért? Nincs rá magyarázat. De viszont lehetőségünkben áll választani. Minden nap választhat az ember, hogy kit fogadsz el. Krisztust, a názáretit, vagy a császárt, vagy a világot, vagy Barabást. Most is alkalmunk van, és életünk minden egyes napján alkalmunk van átgondolni a dolgokat, és választani, dönteni, helyesen dönteni. És ne felejtsük el, egy rabló ott a kereszten a názáretit választotta, akiről elismerte azt, hogy király, és tudta azt, hogy van egy országa, és lesz egy országa, és egy nap találkozni fognak. Mi kit választunk? Mindnyájan válaszolhatunk erre a kérdésre. És ne legyünk ennyire buták. Vagy ahogy Böl Salamon mondaná, ennyire bolondok. Hogy önmagunknak mondjunk ellent. Hogy azt válasszuk, akit nem szeretünk, és amit nem szeretünk. A világot, Barabást és a császárt. Hanem válasszuk azt, akit igazából szeretünk. Aki igazából értékes. Aki nem zsákmányol ki, hanem aki ad számunkra és ajándékoz. Amen.
testvérek, zárjuk délelőtti áldásos Isten tiszteletünket, és énekeljük együtt énekes könyvünk 171-es számú énekét. 171. Istenünk, fogad hálánkat a megváltásért, az Úr Jézus Krisztus haláláért, az üdvösségért, amelyet vére által biztosítasz számunkra. Urunk,
arcunk pirulásával járulunk elédbe, hogy elnézést kérjünk, hogy annyiszor meggondolatlanul cselekedtünk, és azokat a dolgokat választottunk, amelyek tönkretettek és tönkretesznek bennünket, amelyeket igazából szívünk mélyén nem szeretünk, és mégis Krisztus helyett, és az igazi értékek helyett ezeket választottuk. Bocsáss meg nekünk, és add, hogy a jövőben helyesen tudnánk dönteni, hogy az Úr Jézus Krisztus életünk királya lehessen. Amen.
csendes ima, a délelőtt Isten tiszteletünk végéhez értünk. Délután 5 órai kezdettel, szeretettel várunk mindenkit. Ünnepélyes Isten tiszteletünket ezen a helyen. Az Úr áldása és béke legyen velünk addig is. Délután folyamán, a délutáni óra folyamán a gyülekezet ifjúsága egy húsvéti koncertet fog előadni, úgyhogy szeretettel visszavárunk mindenkit.